5 illetve 30 méteres sprintfutást mérünk a játékosnak, felgyorsulási képességét mérünk igazából. Hopp! Gyerünk az a slalom, figyelj! Nagyon jó, gyerünk! Ez egy labdás agility teszt. Megvan egy kijelölt pálya, amin a gyerekeknek még kell vezetniük a labdát. Cél nyilván az, hogy minél gyorsabban ezt meg tudják csinálni. Ezen az állomáson kapura lövés van, több szögből kapják a labdát a srácok. Sokfajta dolgot nézünk itt a kapusoknál. Az alapállástól elkezdve a különböző helyezkedésüket, a kezüket hogy viszik, mennyire ügyesek, mennyire figyelmesek, illetve mennyire gyorsak. Ezen az állomáson ugye egymás közti játék van, itt most a pályán egy hét a hét elleni játék folyik, szabadon játszhatnak. Ugye a labdarúgásnál az egyik legfontosabb, legkiemelkedőbb elem a párharc, az egy az egyéni játék. Itt a kiválasztón egyértelműen nagyon kíváncsiak vagyunk a gyerekek egyéni kvalitásaira. Először fönt futottunk, és hát szerintem az nekem elég jó lett, mert hát nem vagyok a leggyorsabb, de mindent kiadtam magamból. Aztán ide lejöttünk, és kapura rúgtunk, és hát az is jól sikerült. A legjobban itt a játéknál teljesítettem, mert ott tudtam igazából kiadni magamból azt, ami úgy bennem lakozott. Szerintem ebben az akadémiában van a legnagyobb jövő, innen lehet a legjobban tovább menni. A Puskás Akadémián a legjobbakat keresjük, illetve azokat a játékosokat, akikben komoly potenciál van.